Hello, hello! Ez itt a Minecraft és a Cefi szerver. És most nem tudok igazából mit hozzászólni úgymond a dolgokhoz, mert még nem aludtam semmit, egész ilyen fent voltam és játszottam ezzel a játékkal. Hogy mi is a lényege, tehát bejelentkeztem, letöltöttem a játékot, megcsináltam, hogy jó legyen, bejelentkeztem, és egész éjjel, akik fent voltak ezen a szerverem, tehát egész éjjel velük játszottam, és egész éjjel a házamat építettük közösen, és nagyon-nagyon sokan is, és annyira kedvesek és aranyosak voltak, hogy adtak fát, meg ilyen tucimucikat, mindjárt mutatom nektek, szóltak ilyen fákat, még tudom én, meg ilyen blígy, meg még, de az lényeg, hogy az egész házam az földből volt, sárból, sárgalacsin volt az egész, és de most nézzétek meg, tök király, minden fából van, meg nem tudom most ki van fönt, elég sokan vannak fönt, jó 10 óra 16 perc, de mondjuk mikor nagyon-nagyon este volt már, akkor mondjuk az Dark Rebel, ő is fent volt, ő segített ma a legtöbbet szinte, mert elmondta, hogy kell ültetni, meg ilyenek, és akkor igazából mi nincs kész a ház, mert nagyon sok mindent kell még csinálni rajta, De én élvezem, ez jó játék, meg persze éjszaka még Szefivel is beszélgettem, így cseteltünk, hogy mire való, meg hiába van leírva nekem, mit tudom én, azért így elbeszélgettünk, meg ilyenek, tehát hogy na, de még nincs kész, mert be akarom rendelni, ez itt a nappali lesz. És akkor itt lesz kaja, meg minden. Ez lesz meg a konyha. És itt a konyha résznél lesz egy főzős bigyó. Felmegyünk az emeletre. Ilyen az emelet. Tiszta, izé. Ezt valaki ide lakta. És halljak meg. Nem tudom széjjel ütni. Tehát, hogy széjjel ütöm és visszaterem. Tehát ez majd így. Nem tudom, mi lesz, de van itt egy kis zébigyó. Ez a fogalmazások, ezek nekem alvás nélkül nem mennek, na minden, nem tudok beszélni. Szóval van itt egy kis terasz. Ajá, van terasz, meg erkély. Ez egy erkély. Na. Igen. Hát már csak úgy odaépítettem úgy. Ez lesz majd az én szobám, itt lesz a zágy, lesz könyves polcok, meg mit tudom, és akkor itt is lesz ilyen, mit tudom én, micsoda, ki lehet nézni az ablakon. A kutya rosszalkodik, semmi gáz. Na mindegy, és az a lényege, hogy most kimegyek a házba, és mondtam nektek az elejét. Szóval így néz ki a házikóm, és ilyen, jaj, bementem a szomszéd kertjébe. Jaj, ki akarok jönni a vízben? Kijöttem a vízből. Nem jöttem ki. Oké, kijöttem a vízből, szóval... Bocsánat. Van itt ilyen izé... Ilyen lejárat bigyó. Vagy... De jó. Na, mindegy. Szóval itt a házikóm. Innen így lehet bemenni. Ültettem már ide fát. Csak még nem nőtt meg. Külön írva, hogy Miharu ház. Jó. Majd még lesz kerítés, meg stb. Itt is ültettem. Ha. Istenem, de most vagyok. Szóval már több mint 24 órája fent vagyok. Az parti. Na, ez a hátsó udvar. Itt van egy ilyen kis üvegház, amit készítettem. De tök jó házak vannak egyébként, megfigyeltem, ezért a szomszéd is tök jó, ez a háza. Akkor
aki az éppen beleestem a vízébe, annak is nagyon jó háza van, de neki is nagyon jó háza van, itt a disznó. Akkor lakta disznó. Úristen, csapdába esett! Juhú! Husi! Na mindegy. Ez az. Szóval, a lényeg az, hogy itt van egy kis üvegházacskám, és itt ez a kis, ez a nagy zöld placon lesz, ide tervezek egy ilyen nagy, mi ez? Márjátok, most nekem ezt gondolkoznom kell. Legközelebb aludni fogok videózáshoz. Én ott már készítettem egy videót még éjfélkor is, de mindegy. Na, tehát egy ilyen vízes észszerűséget akarok majd ide beszerkeszteni, és egy medencébe fog bele áramolni a víz. Úgyhogy most a szerszámaim azok nem tudom merre vannak. Úgyhogy juhú! Úgyhogy ezek most itt valamit nem már learadtam, valamit még nem. Juhú, dinnye mag! És akkor... És ez miért jó? Répa. Sárga répa, sárga répa. Hopszli. Belement oda a vízbe. Ah! Mi történt velem? Jó van, itt látszik béne az okszogásom a szívem. De semmi gáz. Mindegy. És akkor... Hadd teremjen ez itten. Én sose termesztettem semmit. Tehát... de azért el lett magyarázva szépen, tehát... majd meg ezt még ki kell tapasztalni, meg cukornán, meg minden lesz itten, kérem tisztelettel. És... Most még nincsenek olyan sokan, tehát ahhoz képest, hogy nagyon sokan szoktak lenni délután fele. Tehát mindenkinek ajánlom, hogy jön a Szefi Craftra. Marhulni, figyeljétek, tökéletes ez a játék. Dumálni, beszélgetni szintén. Jó fejek, és sőt, olyan szinte jó, tehát segítőkész emberek vannak itt, hogy azért öröm feljönni, játszani. Mert nem is tudom, tehát... Jaj, ez van az ajtó, mit van? Az, gyere be! Bárki bejöhet. Tök üres az egész. Valahol vannak cuccaim, csak nem tudom hol. Nyers husi-musi. Az ilyeneket meg lehet... A gomb az nem tudom mire való, mert még... Egyébként most kezdtem tényleg a játékot, tehát ne... Mondját, ne... Biztos mondjátok, hogy jaj, miért, de izé... Luxer vagy, meg mit tudom én, mert hogy... Nem tudom mi ez, meg mi az. Fog halványi lőtt gyerekek, halványi lőtt, gőzöm sincs, hogy mi micsoda egyébként. Na mindegy, mindegy. Aztán... Tényleg. Halványilag gőzöm sincs. Most elmegyek. Nem tudom, mit kell nyomni. És... fát fogok vágni. És akkor ez itt mi ez? Réka boltja. Pisti erdeje. A Pisti erdejébe kell menni. Donhuén szabály. Egyébként az is fontos, mert amikor valaki elkezdi ezeket, azért olvassátok el. Mert vannak ilyen benne ilyen parancsok, meg mit tudom én. Ami azért érdemes elolvasni.
Mi az? Értem. Nem értem. Valam. Én kérek elnézést. Itt lehet fát izélni. Na ezt aztán megmondtam, de fát krafton. Aztán rájöttem, hogy jó kis játék ez, tehát csak azért tényleg egy összetett játékról beszélünk, mert ne rongálj, horgász, lehet horgászni. De komoly kérem. Szóval egy összetett játékról beszélünk, mert tényleg sok minden kell ahhoz, hogy ezt meg tud csinálni, meg azt, meg azt. Na, ezt megmondtam. Ezt meg azt megmondtam. Ha? Behalok. Hát és itt van egy elég veszélyes területekre léptünk, már meghalok, akkor baj lesz, és ideges leszek. De nem akarok meghalni. Na mindegy, ezért visszamegyek és fát fogok ütögetni. Ami annyira jó játék, hogy nagyon. És nem hoztam magammal baltát. Az perfekt! Ügyes vagy, Miharu. De fogom és... Valaki teleportálni akar hozzám. Figyeljetek, váltok, váltok. Ah! Per. TP. Accept. Hobi van? Hello! Szerintem még nem is tudják, hogy én még nem is aludtam egy... Elvetted a fámat, szemét! Hát... Azt mondja, hát éppen fát vágnék. De nem hoztam baltát. Egyébként igen, az vicces volt a hajnali órákban, hogy júj, köszi. Köszi. Per, micsoda? Per, tépi. És nézzétek meg, és akkor így írják ide a chatbe, hogy Miharu, Miharu, úristen, Miharu, Miharu van fent a szerveren? Igen. És így ez volt reggel is, hogy úristen, Miharu, Miharu van a szerveren, és akkor izé, what the fuck? Mi van? Én se tudom már. Nekem ilyen fák kellenének nekem. És így... És oda... Te igazi a Miharu vagy? Igen. És ezt mindig megkérdezik tőlem, hogy te az igazi vagy? Te az igazi vagy? És akkor...
Nézzétek meg, és más is ember is írja, mi harú szívecske, meg mit tudom én. Én mindenkit szeretek, én is. Én is szeretlek titeket. Mindenkit szeretek. Egyébként csak nem aludtam még ma semmit a játék miatt. De igen, tényleg mindenkit szeretek, talán. Juhu. Ez annyira jó, hogy egyébként tényleg így bele szippant a játék, de ugyanez volt nálam a WoW-nál is, tehát mikor WoW-oztam, vagy a Terra Online-nál. Na, nem jó. Mert a Terra is, meg a WoW, meg az ilyen MMORPG-k is, meg az ilyen single play-ek, mint a Skyrim, single play-ek, na hát nem play-erek. Teljesen, tehát magukba tudnak engem legalábbis szippantani. És én nem tudom, tehát engem annyira magával ragad egy-egy játék, hogy szerintem imádom. Júj! Kivágom a fát! És tök jó. Na mindegy. Ezt megaszontam, és nekem olyan izé kéne. Ilyen bigyó. Úgy, de nálam vannak a vödrök. Persze, hogy nincsenek nálam a vödrök. Hogy miért is kéne? Na, ez ilyen olvasztó kéne nekem. Egyébként igazából. És de nekem ilyen fa kéne, ilyen izé. Na, ezek a megfogalmazások, gyerekek. Ilyen fa kell. Juhu! És egyébként vannak itt azért trollok. Júj a lába megint elzsibbat, ezer szorri és izé, mindegy, de azért vannak itt trollok hol nem, te igazából. Fa! Nő a fa! És elég sok troll van. Már mit ne mondjak. Egyébként tényleg soha életemben nem játszottam ezzel a játékkal. Úgyhogy ez nekem nagyon újdonság. Teljes mértékben. Nekem, tudjátok mire emlékeztet? Lehet, hogy most hülyé és ki is fogtok röhögni. De én ez az építős részét én nem tudom. Ez nekem nagyon Sims. Nem tudom. Bocsánatot kérek. Ez egy kifejezésért is, de de nem tudom, én imádok építkezni, imádok kreatívkodni. És jól esik. Jól esik kiélni a vágyaimat. Ja, egyébként meg mint akartam. És látok, és így nem hoztam baltát, de egyből adnak baltát, érted, hogy nesze. Ez meg atomdurványos, ez itt ehhez a helyzet, itt. Ma ha leesek, meghalok. És nem értem a... Ezt valaki csinálta, vagy a szerver csinálta be így. Nekem szólt, hogy... Nem nekem szólt, jó. Azt mondja, hogy... 24 fajzén van. Na mindegy. Úristen, mi volt ez? Na még kéne szerezni vizé, ilyen fákja, hogy hívják ott. Mert... Uh...
Mert jó lenne ilyen fákja, hogy hívják, hogy szerezni. Ez nagyon durva ez itten, nem? Miért van így megcsinálva, hogy azért, hogy mi harul jöjjön, azt így hol jön, mi harul leesik? Vagy miért? Kicseszés ez számomra. Aki, de tényleg én annyira ilyen imádom a Mirror's Edge meg stb., de ez nem Mirror's Edge. Azért vannak itt ám különbségek, kérem tisztelettel. Feljöttem a felszínre! Nem fogok esni a felszínről! Hát nem tudom, ez így elég rossz az itt elől, hogy bármikor leeshetsz, és mert amikor én először bejelentkeztem ebbe a játékba, kérem tisztelettel, az történt, hogy én lezugtam, és az összes ilyen balta, meg kard, meg alapcuccok, az így fogták magukat, és szépen szólva mondjam, hát dirványosan, durványosan és hát vannak ilyen kis izék, komoly. Most szólj hozzá, fogod, bemész, meghalsz. Ha leesel, az baj lesz. Ott egy pókica! Pókica! Hello! Pókica! Majdnem beleestem, láttátok? De elkerültem a halált. Na mindegy. Tudom, sokat pofázok. De... ez egy videós dolga, nem? Nem. Maradj csendbe, tudod? Maradj csendbe, kus! Nem. Nem akarok csendbe maradni, jó? Inkább nem. Én nem tudok Minecraftozni. Tehát én nekem egyedül ez a játék... nem. Ez a megfogalmazás. Egyedül nekem ez a játék nem. Nem arról van szó, hogy nehéz, vagy valami. De igaz, jó, mert van benne kihívás is, és STB, de... ez ilyen kalapácsbigyó kell. Ilyen csáki. Vagy nem tudom, hogy hívják. Barangolok itten. Nem hoztam magammal, hogy hívják ott. Az nagy gáz, mi? Le fog menni a nap. És... inkább ezzel ütöm a földet, jó? És mondják, hogy mennyire mélyre tudod a földet, hülye vagy? Igen, hülye vagyok. De... nem csak jönnek a zombik. És nincs kedvem megdögleni. És azt mondták, hogy... vészeld át az éjszakát, válj bele egy üreget a falba, vagy a földbe, falazd be magad, kisanyám, mert jönnek ezek a genyók, és szétkapják a búrádat. Hát én nem akarok durványosan meghalni, tehát én fogom magamat, beágyazom itten. Ögy. Habár én nem tudom, mikor van nappal. Na mindegy. És itt biztonsági rácsként itt ezt itt meghagyom. És... na mindegy, igazából nem akartam ebből ilyen hosszú videót sem, meg ez nem is ilyen, az ilyen félig meddig gameplay cucc. De... az nem szántam én ezt gameplaynek, mert ez nem igazi játszás. Hát csak egy ilyen...
az ilyen izé, megmutatni, hogy mihar is fent van, azt akkor sokkolom. Tehát... igazából ennyi lenne a harci helyzet. Az játékhoz nem értek egyedül. Vagyis... nem tudom. Aludni kéne már, menni! Én szerintem. Úgyhogy annyi lesz, hogy... nem, ilyen köszönök. Vissza targetolom magamat a zébe. A házamba. Azt kell beírni, hogy play. Nem. Per. Let me home. Ha. Isten király vagyok. Ha! Szereztem földet. Isten király vagyok. Bányáztam földet. Az milyen keményes vagyok, mi? És... jaj, mindig elfelejtem, nem itt van, hanem a nappaliba kell. Igen, de már nem, máshol fogom majd rakni. A cuccost. És ilyen izéket tudok kiszedni, ilyen tök királyságosan durványosos. Ilyen fadeszkákat, erre is rájöttem. Tudom, hogy úristen, milyen ügyes vagy, ilyen, ilyenre rájött, utána jön, tök egyedül, wow, gratulálok, taps, 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 taps. De higgyétek el, aki még sosem játszott ilyen játékkal, akkor jó, persze fából lehet csinálni egyértelmű, tehát nem arról van szó, de... azért például én azt tudom, hogy tudtam, hogy hogyan kell ládát csinálni, gondoltam, hogy fából, de még azt nem tudom, hogy hogyan kell izét csinálni. Mondjad már kerítést. Az oké, hogy fából, de mi fából? Azért érzed, ilyen kerítést kéne, ilyen. De tudom, hogy a Google a barátom, úgyhogy fogom, és akkor fogom. És... hogy bányászok követ, megölöm a csirkét. Lalalala. Olyan szép világos. Mik azok? Megy a víz ott alul, vagy... nem. Üdv a... fapumában. Hello. És akkor mi van? És akkor... ezek itt ilyen lámpás izék, vagy... vagy nem tudom. Tök jól néz ki. Jaj. Hát, de most nem fogok felmenni, mert biztos le van zárva egyrészt, meg nem török be másoknak az otthonába, csak úgy kérem tisztelettel. De ez nagyon jó kis feelinges, ez a... hát az is milyen durványos, meg ez a... ez a kő, ez a vár, ez is jól néz ki. Ez kukkol. Ja nem? Az csak ott egy fej. Oda van írva, hogy... értem. Nekem egyébként egy ilyen fal kéne. Ezt nem tudom kié. Hogy ilyen kő, meg ilyen hogy hívják. Csak nem tudom, hogy hogyan kell. Látok, milyen tök jól néz ki. Alig lehet belátni igazából. Aha. Értitek. Én nem. Hát ez egyébként egy videó a semmiről. De ezért érzitek, nem? Castiel. Egyébként kíváncsi vagyok, hogy ők merre laknak, vagy Szefinek hol a ház, mert halványilag gőzöm sincs igazából, tehát... de tényleg, tehát... milyen durva... igen, azért vannak ez így levédve, mert nem tudsz bemenni, másrészt meg nem tudod letaposni a... ahogy hívják ott... S-E-E. Micsoda? Szerintem rosszul olvastam. Szeffi. Hát, király, valaki ezt megoldotta. Hello? Be van zárva az ajtó. Be van zárva az ajtó? Nem akartam betörni igazából, csak engem érdekelnek, hogy ki hogy rendezi be a lakását. Tehát, lehet, hogy én vagyok ilyen paraszt, hogy tulajdonképpen, hogy itt nagyon szépen be lehet kukkantani, hogy milyen az elrendezés, minden.
Tehát én tipikus nő vagyok, tehát... Senkit nem érdekel. Tudom, tudom. De higgyétek el, engem érdekel. És amíg engem érdekel... Ez egy tök jó ház. Addig nem érdekel, hogy más tényleg ki azt, hogy engem mi érdekel. Ezt jól megmondtam. De jó kis házak vannak. Fura hangot hallok. Most vagy az, hogy... Kutyám horkol valahol, és én nem látom, hogy hol. Jaj, meg akarok medencét! Júj, akarok medencét! Akarok medencét! Ha-ha! Akarok medencét! Na, jó van, mindegy. Tehát... Ez a házikó is jó pofa, tényleg, csak hogy azért nincsen privát szféra, mert lehet látni a házét. Hol alszik, meg minden. Na mindegy. Ez is tök jól néz ki. Igen. Szép, egyébként az emberek nagyon jók, nagyon kreatívak, akik itt vannak, tehát nagyon jó dolgot, meg cuccokat csinálnak, vagyis nézzétek meg ilyen kis kert, ilyen kis zárt tér, tehát ez annyira királyságos-ságos. Hogy nagyon. Ott a házam! Ott a házam! Ez egy kupola, hogy hívják. Ez a üvegházam. Na mindegy. Szerintem ennyi volt a game. Play a semmiről, tényleg a semmiről. Csak megmutatom, milyen a házam. De ha akartok, gyertek ti is játszani. Mindent megtaláltok a szefikraft.hu-n, azt hiszem. Jól mondtam. Vagy lehet, hogy nem. Vagy lehet, hogy nem. De szerintem igen. Szefikraft.hu. És akkor ott be tudtok regisztrálni, skint csinálni. Jaj, még megmutatom, hogy én milyen vagyok. De rakom. De az a vödröket kiszedem, azért érzed. Van 9 vödröm. Laza vagy. Kemény vagyok. A kutyám vakarózik, de semmi gáz. Az volt az a fura hang. Na, kell nekem egy ásó. Egy kard, mert ha megtámad egy nagyon genyó, még én nem vagyok itten. Meg egy csákány, meg egy másik ásó, és kész. Tüttürürürü. Na. Szóval, kérem tisztelettel. Mit akartam megmutatni? Ja, igen. Magamat akartam megmutatni. Ez itten vagyok én. Csak most leveszem az utcaimat. És... kiveszem a földet a kezemből. És azt hiszem, egyiket az F5-öt kell megnyomni. Jaj. Meg még egyszer az F5-öt. Tehát, ilyen vagyok előről. Ilyen kis cuki. Hasonlítok saját magamra. Piros-vörös, ajú vagyok. És angyal szárnyam van, ami nekem igazából ott van a sarokban. Úgyhogy, és egy gyémánt karddal nagyon kemény vagyok. Na mindegy, csak megmutattam, ez az én skinem. Tehát mindenki csinálhat, de durván futok, nem már. Úgy, de kemény vagyok, azt a mindenét. Első hiszem, ilyen kocka fejem van. Na jó, nem szórakozok tovább. Akkor erről egyenlőre ennyit. Majd még lesz ilyen baromkodás, meg mit tudom én, titokban, mert múltkor volt már ilyen baromkodás titokban, csak azt letöröltem azt a gameplayt, mert úristen, ott is nagyon fáradt voltam, és valami eszement hülyeségeket hordtam össze, ami
ami nem YouTube-ra való, tehát ez se, de mindegy. Na, jó van. Azt... Ennyi. Ennyi megyek, kockulok mással. Mami. Még nem tudom mivel. A Skyrimhez van kedvem. Na mindegy. Mert egy cosplayt készítek. Na mindegy. A lényeg az, hogy ez egy jó játék. El lehet vele marhulni, lehet vieskedni. Akárhatok kipajátok, akárhatok nem. Ez mind rajtatok múlik, és akkor... És ennyi. És... Sziasztok!